Hello, hello, szavaztok, szép csütörtök! Délutánt kívánok mindenkinek, Whitecorsnak, Totinak, Alexnak, Gilnek, Boraillónak név szerint. Mi a helyzet? Míg mindenki a délutáni csillezésére készül, nekem szaggat a kamerám, de majd megjavul magától, mert ugye tényleg megszokott. Közben robbannak a bombák, és remélhetőleg az én agyam nem fog hasonlóképpen forrni, mint a szünetmentes, amikor 100-on teker a 10-70, ugye? Ugye, ezt el kellene majd linkelni a srácoknak, hogyha leteszem tálcára a játékot, akkor valamiért 100-on teker, azt nem tudni miért. Szia Klupi, hello! Na, van itt ez a gyönyörűséges játék, eljutottunk a leges legvégéig, kivéve egyetlen egy pontot, ugye a főboszt, és hát nem egyszerű, és mint ahogy a Sekirónak is adtam, három esélyt a Sekirónak a Inuyasha, Kurosaki, már nem tudom, hogy hívták a bosszt, aki igazából nem a fő boss volt, hanem mondjuk a Sekiróban, tehát hogyha progressz nézzük, százalékosan nem jutottam el idáig, de ott is három esélyt adtunk a kérdéses bossnak, bár valószínűleg ott a progressz rút sem volt megfelelő. Tök mindegy, ez a második a háromból számszerűsítve a Warriornál, amit hajlandó vagyok rászánni. Hogyha csináljuk? Mi a helyzet? Hogy telt a csütörtök? Remélem mindenki kipihente magát. Én még a kávémat szürcsölgetem. Fejemet arrébb kell tenni. Nehogy eltakarjam azt a gyönyörűséges életcsíkot. Ez mi? Amúgy... Az a szárnyas tüdőikon, az mi az? Szia Zoli, hello! Hello! Mert az... Nem tudom, sose változott. Rommázva, itt is milyen viharok vannak. Azt a kurva. Hajnalban olyan szinten esett, már világos volt, ilyen 6 óra környékén, 5-6. 7 óra, de olyan durva vihar volt, dörgött, villámlott, jégeső, minden. Nem tudom, nem hiszem, hogy jégeső volt, de olyan szinten erősen kopogott, rohadt nagy cseppekben. Nem, nyilván nem jégeső volt, csak durva. Én is kíváncsi vagyok, nem hiszem, hogy sikerülni fog, én most negatívan állok hozzá. Volt a csatorna életében nem egy olyan játék, aminek egyes bosszéval sokkal több órán keresztül kellett szórakozni. Emlékezzünk csak vissza a Nameless Kingre, ugye a Dark Souls 3-ból, a Dark Souls 2-ből a Fume Knight-ra. Ezek emlékezetesek, mind a kettővel nagyon-nagyon sokat szenvedtem. Hosszú-hosszú órákat. Most ebben a bossban jelenleg 2 órám van. Most azon gondolkodom, hogy Nameless Kingben azt hiszem 4 vagy 5 órám volt, mire meglett. 5. Lehet 5. Körülbelül. 5 óra. Hát 5-6-7, nem tudom, az a helyzet, mert csak felkeltem, azt láttam már, hogy világos volt. De hát nyilván mindig akkor esik, amikor az ember munkába megy. Hogyan lehetne egy hajnali munkába menete szomorúbb, mint amikor bőrigázol még pluszba? Dörög az ég. Tehát az a szokásos életkép az úgy megvan. Mellette még egy kis ilyen szomorú valami szomorú szamuráj zene szól. Hát igen, az a baj, hogyha ilyenkor kisüt a meleg, kisüt a nap, amikor így ilyen nagy vihar volt, olyan füllett, elviselhetetlen idő lesz. Nem irigyellek, itt most nem süt a nap jelenleg, most itt a szobában nagyon kellemes 26,5 fok, ugye egész nap ment az egyik gép, ennyire sikerült befűteni, úgyhogy tényleg nagyon kellemes az idő. Belegítőben ülök. Tehát, hogy ez van hőingás rendesen, tehát ilyen itt a szobában ilyen 8 fokat simán. Azért ez megviseli a szervezetet, na. Úgyhogy most melegítőben ülök, és nincs melegem. Még kicsit csillezek, jó? Felveszem a stream fonalát. Megnézem, hogy a nagy érdemű fejlesztő kollégek itt vannak-e cseten. Még nincsenek itt. Mindenképp szeretném tudni azt, hogy látják, ahogy szenvedek. Mert gondolom, hogy azért csinálták ezt,
hogy láthassanak embereket szenvedni, mert régen még hát a 90-es években, 2000-es évek elején játékot fejleszteni, na, szóval nem volt meg az az eszencia, hogy láthass játékosokat a játékodon élőben eret vágni, mert hát most mi volt? Csináltál egy kurva nehéz játékot, mikor derült ki, hogy kurva nehéz? Akkor, amikor volt a teszter haver, ugye alacsony büdzséről beszélünk, 3-4 tesztert nekiugrasztottál, játsszál vele, mondd el, milyen volt. Na most, hogyha mind a három ember jó képességű, akkor ugye az egy nem nehéz játék, akkor nehezítenek rajta egy kicsikét, vagy hogyha rossz képességűek, akkor éppen ellenkezőleg. Na de, a mai modern korban egy játékfejlesztő csinál egy játékot, és végignézheti bárkinek az agóniáját, az egy plusz eszenciát ad, és ő esetenként ugye könnyíthet a játék balanszának a kialakításán. Na hát most én itt vagyok agonizálni nektek, illetve hát a fejlesztőknek, mert azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt szoktak lenni. Ami amúgy mindenképp megtisztelő. Még valami, még mielőtt nagyon belelendülnék, meghívtak egy podcast felvételre jövő héten szerdán, és az van, hogy mivel ők ezt nem live-olják, mondták, hogy én viszont nyugodtan live-oljam ki. Nekem ez nem jutott volna eszembe, mivel alapvetően podcast felvétel, vagy azt még ki kellene tenni live-ba. Lehet, hogy jövő héten szerdán, sőt, hát ez 99% jövő héten szerdán 5 órától ki lenne live-olva a podcast felvétel ide erre a csatornára. Nem, dehogy dövi jár, dehogy is. Azt nem mondanám el. Azt majd meglátjátok. Nem, dövi jár, dehogy is. Random generátor. Ismerhetitek Robertet itt a chatről, nem most két kollégájával indítottak egy podcast sorozatot, és nagyon szép fejlődésen mentek keresztül. Technikailag beszéd, és ugye egyéb technikai, hangtechnikailag is, és nagyon hallgatható podcastet raktak össze. Én nagyon szeretem őket hallgatni, az a helyzet meló közben, mert annyira nem tömör, meg annyira nem tömény, hogy elterelje a figyelmemet, de mégis tudnak okos dolgokat mondani, és meló közben én nagyon tudom ezt hallgatni, az a helyzet. És van olyan podcast, amit nem, mert tényleg nagyon informatív, nagyon tömény, és a melóban gyakorlatilag hallgathatatlan, de az pont az, amit egy napközben benyomsz és szól. És ugye már 35 felvételük volt, azt nem tudom, a 36-at vagy a 37-et fogjuk-e felvenni, ebben most nem vagyok 100%-ig biztos. De ja, úgyhogy az lesz jövő héten szerdán, és ki lesz ide live-olva, kamera nélkül, majd valami kis vizualizációt kitalálok, mert az a jó podcast, rájöttem amúgy, ahol nem terel el, meg nekik nincsen kamerájuk, illetve van csak, nem akarok én azzal vacakolni, az meg úgy hülyén néz ki, hogy én beszélgetek valakivel, és csak én látszom, és a másik három ember meg nem. Tehát az én képem sem lesz kin, csak nyomjuk neki. És nem nagyon lesz chat interakció, tehát nem akarom, hogy a podcastnek a minőségét az roncsa, hogy lehet, hogy ki is fogunk kapcsolni a chatet, hogyha nem gond, vagy esetleg nem, csak akkor nem fogok rá reagálni, nehogy elterelje, mert az, hogy meglátok valamit, akkor bennem lesz reflex, hogy reflexszerűen tényleg azonnal válaszoljak rá, nem, ezt valahogy vissza kell fognom. Nem baj, hogyha írtok, csak az, hogy valahogy én ne válaszoljak, mert az gond lehet. Szabolni chat. Gyakorlatilag a csatorna első szabolni chat jelen, mert eddig nem volt miért. Szia, Slejmur, Hali. Hát, Toti, ez egy olyan dolog lenne, ami mindenképp egy meghatározó számomra. Mert mint nem akarok én különösebben róluk beszélni, nagyon sokszor elterülődik Pisték fele amúgy a beszélgetés. Ennek nyilvánvalóan megvannak az okai. Az én, illetve az ő hozzáállások, illetve megnyilvánulások a Linux felé, ugye ez gyakran hangot is adtak ők, még a HH-ban is név szerint. Ja. Írhattok, ide is írhattok, csak nem fogok rá reagálni. Na,
Hogyha okosat írtok, akkor igen. Jó, tehát legyen az a motiváció, ha okosat írtok. Vagy csinálok egy, csak hogy legyen bármi értelme is a guanónak, csinálok egy okos dolog írása. Okos dolog írása pont. Ez 50 ezerbe fog kerülni, okos dolog írása, és csak azokat fogom nézni. Ha valaki 50 ezer guanót elkölt egy okos dolog írására, akkor az tényleg okos. Gondolom én. Vagy valami ilyesmi. 963 halál, igen, meg lesz az 1000. Szerintem még a mai streambe, csak na, neki kellene állni, játszani. Igen. Emese eldönti. Ja, Emesebe belefejlesztek addig gyorsan egy ilyen random faktort, hogy random minden második, nem, hát nem minden második, mert akkor random kiszedeget mindig 50% eséllyel eldönti, hogy ez a hozzászólás most jöhet, vagy nem. Nem lesz semmi mérlegelés, semmi minőségellenőrzés, semmi. 50% eséllyel dönti, hogy bannol, vagy nem bannol. Úgyhogy óvatosan. Az lenne a moderáció? Az egy szűrő, na. Tehát azzal nagyon könnyű szűrni a népet. Vagy Emese most működik, a stressz számlálót azt kérlek benneteket komolyan venni. Lehet, hogy szükség lesz rá, amúgy én úgy gondolom. De nézzük. Merre voltunk itt lefele? Pillanat, gyakorlok. Megöljük a varázslót. Ő a hollónak a gazdája, vagy valami ilyesmi. Azt ki kell, ezt unbindelni kellene. Érdekes. Hogyha a lefele nyillal lépek be ebbe a radiál menübe, és úgy engedem el a jobb joystickkal, akkor nem lép ki. Ha viszont a jobb joystickkal lépek be, akkor kilép a jobb joystick elengedésével. Igazából tök mindegy, csak mint érdekesség. Nem hiszem, hogy ezen bárki fennakad. Lehet, hogy nekem se kellene. Na jó. Jajaj. Jajaj. Jó. Már majdnem megdicsértem magam, hogy az izommemória milyen jól működik, aztán nem sikerült megcsinálni a pattanást. Na, van, ez jó kis shield. Na, most. Niter! Jaj! Niter! Bazd meg, hogy ez mindig, az első lövést ezt mindig el kell kapjam. Niter! Világít a szeme, tehát gonosz! Ugyebár. Hú, bazd meg! Hú, de vannak gondok! Jó, ezt még gyakorolni kell. Ó. Oh. Ezt a falra ledrugrás, ezt még gyakorolni kell. Ó, bazd meg.
És itt mondta Csaba, hogy túl keveset dobálom őt. Mert hogy milyen balfasz vagyok, hogy túl keveset ütöm, amikor lehetőségem nyílna rá. Jaj. Hát mondom, kösz. Ne legyek már barom. Á, bazd meg. Még alapvető problémák vannak. Én vagyok a balfasz, ezt mondtad? Tudom? Nem az a lényeg, mit írtál, hanem hogy mit gondoltál. Én olvasok a gondolataidban. De legalább kiderült, hogy itt vagy. Látod? Így kell megidézni. Ja, most ütni kellett volna. Igen. Nekem az éppen elég, hogy kikerüljem ezt a zöld fost. Ó, hogy rohagy meg. Ja, ez. Jaj, nem! Jaj, ezt elfelejtettem. Jaj, nem! Ne! Elfelejtettem, hogy mit kell csinálni. Jó, remélem az első. Jó, van az úgy legit, tényleg. A hisztizéstől nem tudok észhez kapni, érted? De hát ne hisztiz, Benny, és akkor nincs gond. Ó. Könnyű ez, hogyha az ember nem balfasz. Értem én. Bazd meg anyád! Mármint, hogy... Nagyon kedves játék. Ó, hogy a rohagy meg. Az meg, ha mondom, előre kidodzsolom, és akkor se jó. Ha direkt előre megpróbálom kikerülni azt, ami mindig eltalál. Nem! Ez az első zöld lövedék, ez mindenképp. Mindenképp. Többit kidodzsolom. Nincs gond. Azt a kurva mekkorára fellök. Ne arra dobd a kurva. Jaj, bassz meg. Ne arra dobd!
Kriteld már, bazd meg! Bazd meg, majdnem null hiteltem ezt a fészt. Egyetlen egy hitet kaptam be, bazd meg. Ezen az egyen múlt, hogy null hiteljem. Gyakorlatilag szinte mondhatnám, ki van masterelve. A első fész, mert mit csinálhatnék még jobban? Null hiteljem, tényleg, most már az jön. A kurva anyád. Nem. Jaj, mit csináljuk, bazd meg? Faszom. Elcsesztem a pattogást. Elcsesztem, Jaj! Ne anyádba! Ne már! Pazd meg! Jaj!
sáv. Hogy a kurva anyád. Büszke vagy, igaz, Seba? A kettmárói készítő is büszke voltak, gondolom. Amúgy szerintem amúgy végigvittük a játékot, mert én ezt úgy könyvelem el, hogy tehát, hogyha nem sikerül... Ha nem sikerül megcsinálni hétfő délután, és utána bárki megkérdezi, hogy te végigvitted a Warriorbot, én azt fogom válaszolni, hogy igen. Bármennyire is gáz, hazudni fogok, mert én azt fogom, igen, én végigvittem. Mert az a harmadik fázis ott nem létezik. Az nincs. Ending credits, meg ott van Csaba, Gézu, Anna, meg még páran. És akkor így. Bárkinek elmondom. Elbasztam a pattogást. Bazd meg, mit csinálok? Teljesen megzavarodott a kezem. Nem tudom, mi történt. Én most úgy fogok játszani, hogy nincsen elrontott try. Nem fogok direkt öngyilkos lenni, mindegyik tryból megpróbálom kihozni a legtöbbet. Hátha.
A platformon maradással is problémák vannak a második fészbe. Nemhogy kikerülni a támadásait a bossnak. Hát még őt támadni tehát. Hát anyádat! Ne patchelt ki, ez nem bug. Bugokat kell patchelni. Ne viccelj. Jaj! Ó, bazeg pedig! Pedig! Tényleg közelítünk a P1-0 hit fele! Határozottan közelítünk a P1-0 hit fele! Én direkt nem fogom lepecselni a játékot, mert Csaba, ez a játék ez most ilyen. Tehát én le fogom tiltani a Steamben a frissítéseket, mert ezt a játékot vagy így viszem végig, ahogy a fejlesztő eredetileg kitalált, a közösségi nyomás... A közösségi nyomás nem megengedhető, én úgy gondolom. Tehát ahogy azt a fejlesztők kitalálták eredetileg, az maga a játék. És vagy úgy viszem végig, vagy sehogy. Ennyi. Mert egy kemény fejű pöcs vagyok. Vagy fordítva. Ó, bazd meg! Jaj! Mármint, hogy nem úgy fordítva, hanem hogy egy kemény böccsű fej. Na mindegy. Azt a kurva! Benny? Mi van? Hát, döntsd el! Benny, szerinted mit akartam mondani, ha? Hát, nem tudom. Fasz vagy? Valami olyasmit. Még összekeverem a elsődleges és másodlagos támadást is. Hát mert hogy miért ne? Hogy jutok egy irányba? Amúgy. Tök jó. Én csak ugrani fogok. De akkor az pontosan kellene. Aztán magadra vedd ám Csaba itt a bármit is. Indulatból sok mindent tudok mondani. Hallod Csaba? Nem akarok én senkit sem megbántani. Amaretku
De ugorj már azonnal, ha nyomom! Te töpörödött... Dobda. Akartam valami jó kis törpes... Szóval viccet, de nem lehet azt. Nem tudom, nem tudom, mit csinálok, bazd meg! Amúgy egy platformon is ki lehetne kerülni szerintem ezt, majd kipróbálom. Jó, szerencsére az már mindegy volt. Atya világ. Én mindet átugrom akkor is. Szia, Ropman! Á, nem. Elcsesztem a timingot. Ennyi volt. Az meg pedig ez egy egész jó try volt. Hú, Ropman, bakker, romboló. Sokkal jobban megy, mint múltkor. De mérföldekkel jobban megy, mint múltkor. Most nem vagyok még fáradt. Majd az leszek egy-két óra múlva. Megint nem jött össze a null hit, a kurva életbe! Megint csak a legvégén nem. Aj már. Jaj. Inkább nem próbálom meg egy platformon, most nem tesztelek, mert most sok a shieldem. Most ezt ki kell használni. Mindig. Hogy mitől függ, hogy át lehet-e ugrani azt a szart, vagy nem? Bazd meg. A reakció ideje olyan fos, amikor dobja a baltát. Eldobja a baltát, és még kell várni egy másodpercet, mire megcsinálja az ugrást, vagy a guggolást, vagy bármit. Pedig simán át lehet ugrani. Többször is sikerült már. De szerintem most még te is itt voltál a streamben. Nézd, hoppá! Át lehet, mint a szar, úgy át lehet ugrani. És azért van bennem néha az, hogy inkább csak ugrok. Az a baj, nem akarok, csak anyádba szok ki a faszok, mármint, hogy azt akarom mondani, hogy ez egy family friendly stream, és nincsenek válogatott káromkodások, meg trágárkodások.
Jaj! Ú, de utálom ezeket, bazd meg. Rosszul ugrok neki, akkor az... fucked. Ja, jó van, essek vissza az izékre. Azt a kurva. Ez nem tudom mi volt. Istenem. Ugorj már, bazd meg! Barom arcú. Majdnem döglöttek lettünk. Persze. Húzd az időt, kérlek. Jaj! Ne! Ó, Istenem. Jaj, de nem ezt... Át akartam váltani a kardot, hogy tudjak a levegőbe lenni. De hirtelen annyira meglepődtem, hogy most híleljek, vagy mi a fasz csináljak. Bazd meg. Bazd meg, tényleg van a kibaszott lebegés. Faszom. Egy valamire kíváncsi vagyok. Van itt... ha spamelek, van itt egy pillanat, amikor nem ugrik el azonnal. Na, akkor szoktam elcsúszni, hogy eltaláljon a gübics. Most persze jó. Na most jó, az érdekes, hogy amikor csinálom, akkor meg egy pillanat, hogy megtorpan lent a földön, egy 2/10 másodpercig csak. Hm.
Most nem. Na, hopp, most, ott. Megint volt egy kis torpanás, megint. Hát, ja, nem teljesen fluid ez így. Nem szabad spamelni, csak hát, ja. Ezt a lebegést a legvégén adta oda a játék. Tök nincs a fejembe, hogy van lebegés képessége a labdánknak, mert játszottam lebegés nélkül, ugye, itt ugye én 30 órán keresztül, és 33. órában kapok plusz egy képességet, annyira nincsen a tudatomba benne. Főleg egy hét kihagyás után. Lehet, ja igen, nem is használom feltétlenül, aha, már jó ideje. Az előző streamben nem kellett a lebegés. Aha. Igen. Tehát megkaptam a játék vége fele, kellett használni durván egy órát, vagy még annyit se. Jajaj, miért pattogok? Benni figyelj oda, jó lesz. Jaj, elcsesztem! Mikor azt nézzük a játékban, az is 3 óra. Hogyha a tanulási görbét nézzük, 3 óra próbálkozás volt nekem eljutni a harmadik fézig. Tehát végül is, Tati nem mondott hülyeséget, 3 órán keresztül nem használtam, mert tanultam az első 2 fézt. És ez nem azt jelenti, hogy az első 2 fézbe is bele kell tolni még plusz egy mechanikát, mert ez így bőven elég, ajaj. Na mindegy, ez már ilyen, ez már egy ilyen játék, ez már... Vagy ilyennek szeretjük, vagy ilyennek utáljuk. Már nincs mese. Sekiro sem lett más. Az is olyan maradt, amilyen. Bazd meg! Dodzsolgatom itt ezt a hulladék szarrakást, és nem, hát addig-addig kerülgetem, amíg egyszer csak-csak eltalál. Nyilván hibázik az ember. Jaj! Yeah.
Jaj! Jaj! Remélem meglátjuk az ending creditsbe Borailu. Még ma. Az meg direkt elpöccintettem balra a kibaszott joystickot. Ugye nem látszik a karakteren, hogy megfordul, de akkor valójában megfordul. Hogy arra dobja a retkes baltáját, de nem. Nem arra dobja, mert egy kis pöcs. Állj már le! Haló? És hogy dodzsolom? Tehát erre van valami kitaláció? Hogy ha ott vagy a sarokban, hogy dodzsolod ezt a zöld szart? Igen, az, hogy HP-t csökkentesz, tudod, megint az a tüneti kezelés. Mitől lesz játszható egy játék? Hát azt csinálsz fel, amit akarsz, persze, természetesen. De hogy bazd meg, itt is mennyi HP-ja van. Ha nézzétek, mennyit szedtem le. Nem mondom, hogy sokszor találtam el, de azért na. Amire esetleg úgy, ha már javaslatokat teszünk itt Totival, mert semmi jogunk hozzá alapvetően. Hogy amikor jön az a zöld pöttyös támadása, kinyomja azt a három zöld hányást, ami üldöz téged a második fészben.
Ha tovább fenntartható lenne az az állapot, hogy pattogsz és ütöd, nem jön több karika, mert akkor egészen addig én összpontosítok és nem támadok, én még ki nem jön a harmadik karika. Ki jött a harmadik karika, akkor én nekiállok támadni, mert akkor már nem kell olyan nagyon durván összpontosítanom. Hogyha az a rész ott tovább fenntartható lenne, hogy több lehetőségem legyen ütni, vagy ha a második fészbe szintén, annál a támadásánál, egyik platform, másik oldal, másik platform, hogyha egy kicsikét lassabban jönne az a hulladék geci, ami ugye majdnem minden esetben eltalán nincs reakcióidőm, illetve az ugrás és a támadás az néha összeveszik, és vagy ez, vagy az nem történik meg. Tehát amikor ugrani és támadni akarok ilyettembe, akkor vagy nem ugrik, vagy nem támad. Na most az a rosszabbik eset, hogyha nem támad. Nem, hogyha nem ugrik, mert ha nem ugrik, úgyhogy kellene, hát akkor az ott egy garantált sebzés. Tehát, hogyha lenne, tényleg kicskét, ha lassabban jönne az a szar, hogy legyen időm dönteni, mert nincs időm dönteni, hogy most támadok, ugrok, vagy guggolok, vagy mi a lófasz csinálok, vagy felhívom a kórházat, szívinfarktust kaptam, vagy valami ilyesmi. Az első két fész már csukott szemmel is. Az első fész az már null hites, azzal már nincsen gond. A bosskin léte, azaz a bosskin léte egy kicsikét, ha tovább tartana ott, az nem lenne rossz. Több lehet, mert ugye, hogyha meg utána beadja mondjuk háromszor egymás után az égből jövő kurva anyját, ott meg aztán lehetőségem nincs is támadni. Bocsánat, kis buzibofi kijött a torkomon, de most már hadd engedjétek meg nekem. Hoppá, ott nagyon elcsesztem a timingot sajnos. Ennyit a null hitről megint. Jaj! Á, bazd meg! Nem érdekel, karaj! Mondom, hogy én le fogom tagadni. Én ezt a játékot végigvittem. Akkor már belefér ez is, nem? A játékot végigvittem, és az első phase no hit. Simán. Ha már hazugság, akkor legyen kövér. Minden néző tudni fogja. Ti fogjátok tudni, nem minden. Bennetek megbízom. Azt tudtad se, hogy ha ilyenkor a mentőhelyre teleportálsz, akkor tovább megy a boss. Nem áll le a boss fight, hanem támadja a semmit. Jönnek a hangok, viszont te nem vagy ott benne az arénában. Azt nem tudom, ki lehet exploitolni úgy, hogy akkor támadom, amikor én nem vagyok benne az arénában, de szerintem nem lehet. Ajaj. Ó, bazd meg. Amaretsu wa kaza.
Jaj! Na és hagyd magad, Csaba! Ezt itt találtátok ki, így álmodtátok meg, ez a játék. Törődjön bele mindenki. Kész. Saját, attól például a véleményünket elmondjuk, de nem kell rajta piszkálni. Ez ilyen. Ez ilyen. Az Unfair platformerbe bárki belenyúlt. Dehogy is. Cat Marioba bárki belenyúlt. Dehogy is. Mi az a kooperatív, ez a Bullet Hell platformer izé? Azzal a rajzolt grafikával? Abba bárki belenyúlt? Nem. Ne hagyd magad. Ez ilyen. Azt a kurva, hát ez még kim van? Jaj! 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 Cuphead! Cuphead, a Cupheadbe bárki belenyúlt? Nem! Olyan a játék, amilyen. Imperium Galactica 2-be bárki belenyúlt? Vagy egy Unfair geci? Dehogy is. Jó van. Yeah! Nick Tert, kösz szépen a követést, 10 perc volt a cínél csetben, köszi, hogy itt vagy. Jó szórakozást. Menci lett. Hogy mondod? Mi lett? Nem, én Toti, most már azon a szinten vagyok, én már meg vagyok sértődve a játékra, tehát hogy én most már azért beszélek így. Itt most már személyem elleni támadásnak vélem ezt a dolgot, pedig aztán nyilvánvalóan nem az, de én már úgy érzem, hogy direkt akarták ezt, direkt! Jaj, ennyit a no-hitről megint, nézzétek meg, elrontottam a faszom. Hoppá, hoppá. Nem nyomtam be a... Két darab armort kaptam? Tényleg? Nem kedves a kurva anyád. RNG lófasz. Utolsó boss. A Dark Souls-okban is könnyebb volt az utolsó boss, Slime úr. Bármelyikben. Az összesben. Érted? A DLC utolsó boss is. Nem feltétlenül az alapjáték utolsó bossról beszélek, a DLC utolsó boss. Az, hogy utolsó boss, ez nem mentség.
Az tényleg, hogy a törp geci nehéz. Az valójában tényleg a... Vetekszik, de... A törped is két streamet szoptam. Hogyha úgy nézzük, még talán a törbe több trájom van. Mint ebben. Még lehet, hogy nehezebb, ha csak a trájok számát nézzük. Még lehet. Majd a stream végén kiderül. Ez nem lehetem. Léci, add be háromszor azt a képességet. Ezt mondom, bazd meg. Arra appellál a játék, rohadjon meg, hogy ő hibázzak. Persze nem kéne közben beszélnem. Jó, befogom. Jaj! No hit! Jaj! Ja, jó. Mi? De hát le voltam googolva. Mi csináltam éppen? Nem voltam? Ütöttem és mert... És ütés közben felgoogol. Jó van, nem baj, mindegy. Ütés közben felgoogol és akkor már pont nem jó. Valószínűleg akkor pont nem jó. Rossz volt a táj. Mert ugye azt nézem, hogy mit lő és nem az, hogy én mit csinálok. Nem, valószínűleg az volt. Szereni. Jaj! A legjobb, amikor átugrom az átugorhatatlant. Amit kiderült, nem az. Hiába dobom el amúgy a 7.-8. bárdomat, mert felesleges. Am
Bazd meg, mit csinálok? Jézus Isten. Nem, nem, az a baj, hogy hiába koncentrálok megállás nélkül, egyszer csak belehibázom úgyis. De ne! Néha a rossz irányt választok még mindig. Pazd meg! Az a baj, hogy pont ellentétes irányban van a lebegés, mint a támadás. Jaj! De rossz helyen vagy, te macskos kurva. És nem kapok vissza egy heal sem. Három healt elhasználtam, 50% esélyem lett volna háromszor, hogy visszakapjak. Bazd meg, véletlenül elnyomtam a healemet! Hogy lehetnek ilyen kibasz... Ó, bazd meg, a lebegés és a támadás pont ellenkező irányba van a gomba... Rám spawnol, bazd meg. Rám spawnol a testemre! És véletlenül még a healt is benyomtam, pedig kurvára nem akartam. Ah, faszom, nevetséges. Tudja magát sebezni. Ez nevetséges. Ez nevetséges, bazd meg. És hogy támadjanak meg, légy, ez kap be a faszomat. Jó van. Ezt hívják úgy, kedves Renni, hogy több fázisú boss. Ez bizony az.
Nem engedett dobni még. Nem tudom miért. Nem. Csak hallottam a kis... ellenkező hangot. Jó, most dead. Kállok sebok ez. Attól még ellentétes irányba van a gomb. Na, az meg... nem tudom, mit csináltam. Végül is. Az RNG visszaadta azt, amit Benny elbaszott. Gondolok itt a pajzsra. Ezt annyira bírom. Magas ugrást. Jajjaj. Oh, nem tudom miért arra indultam el. Összezavarodtam! Terveztem már a harmadik fáznél átváltani a szabjára, csak annyira sok az input az agyamba benne, hogy nem jutottak el odáig a mozdulataim, örültem, hogy a levegőben tudok maradni, nemhogy még fegyvert váltani. Plusz egy gombnyomás teljesen kizökkent. Hát téged már nem zökkent ki, amikor 8 dologra figyelsz egyszerre, mert már minden rezdülését érzed a játéknak, de basszus, nekem az, hogy fegyvert váltsak egy szituációban, az még az is nehezemre esik. Ó, nézd meg, bazd meg, ilyenekkel van gond mellé és a platformnak, érted? Tehát... erről az új joystickről. Ha
Ne! Ne, hagyd már abba az ütést! Már rég nem nyomtam! Az a baj, eközben biztos, hogy nem tudom ütni. Ha csak nem visszaváltok a baltára, mert akkor tudom. Jaj! Nem! Hát nem tudom, ez a rangol egy szarság. Mert annyiban segít, hogy a levegőben maradjak, de nem tudok közben mozogni. De nekiállok a speciális támadásának, ennek a rangolfosnak, akkor mi ez a rangol? Mi az a rangol? Az onnan jött. Akkor nem tudok mozogni. Az a gond. A baltát azt tudom dobni mozgás... Nem tudom dobni mozgás közben, de el tudok néha-néha dobni egy baltát, miközben bárhol lebegek. A rangolt, az benyomom, de... Nem. Tudom, két támadás között kellene megtalálnom azt a kis windowt, amivel el tudok rangolozgatni mondjuk egy 5 órán keresztül, és akkor meghalna előbb-utóbb. Balton olyan lassú. Hát, a rangol meg halálos. Niter!
Hunter! Null hit. Null hit, bazd meg. Bazd meg! Túl korán álltam fel. Egész eddig null hittel ment. Egész eddig, körülbelül már 3 perce. És korán állok fel, és abba sebez. Fasz. Most se kurvára mindegy. Ja, jó van! Persze, egyszerre mind a 3-at kérem a seggembe. Ezt élvezem az olyat amúgy. Jaj, meg kész, összezavarodtam, és erre appellál a játék. Előbb-utóbb az a játékos rontani fog. Egyszerűen összezavarodok, bazd meg. Bazd meg.
Jaj. Nem tudom, melyik fegyverrel csináljam. Nem tudom eldönteni. Ne! Jó van, ott szop ki Bobit, a faszomért nem tűnsz el. Jaj! Jaj! De nyomom! Mi van? A levegés az nem... Ha a földön vagy, akkor már... Akkor a földön vagy. Akkor hiába lebegsz, akkor már mindegy, akkor ugrani is kell egyet. De amúgy nem tudom, miért engedte el a lebegést eredetileg. Tehát úgy kerültem a földre, hogy nyomtam, az nem tudom, hogy történt, biztos a kontroller hibája. És utána már meglepődtem, hogy miért nem repülök vissza. Nem működik a krit? Jó. Jaj! Állj már le! Eközben nem fogom tudni támadni, ez biztos. Oh.
fucking yes! Azt utálom a legjobban, amikor így lemegy a pálya aljára, mert így esélytelen. Így esélytelen, hogy megüssem. Hány perc volt ez a try? Fél óra. Á! Ezzel a sebességem már körülbelül csak két próbálkozásom van hétig. Szia, Csaba. Bazd meg, ezt elbasztam. Kazakh!
Jaj, rossz gombot nyomtam! Hogy? Mert a triggert nyomtam meg a button helyet. Megint. Mi van? Elromlottam, kész. Valamiért, ha googolni akarok, mindig a left triggert nyomom meg. Fogalmam nincs. Ez honnan jött most nekem. Így a negyedik óra tribe-a bossnál. Ne arra dobjad a kurva. Ne. Csak elbaszom, nem már! Nem már, ez nem lehet. Earth.
Sebzi saját magát, amúgy. És a klóf azt nem sebez magába, de sebzi. Minusz 2. Bazd meg, 3 healem volt. 3 healem volt, bazd meg. Ez eddig legjobb try volt. Olyan kibaszott nagyot sebeznek azok a szutykok, bazd meg. Nem már. Itt, ez tényleg az, amit masterelni kell. Itt nem hibázhatsz. Egyet hibázol, bazd meg, a játék keményen megbűnt. Tehát ez normál fokozaton van, nem hardon, értitek? Ezt a bosst mastereled, vagy meghalsz benne, bazd meg. Három geci healem volt, a faszom, direkt nem nyomtam be, mert volt még egy... Hány gerezd van a heal 6 darab? Aha. Tehát a 6 ilyen kis piros csikocskából 4 darab volt tele. Életemmel. 4 darab. 2 zöld szar talált el, és off. 4 volt. Direkt néztem, mert mondom, nem nyomom el a healt, mert egy heal 3-at tölt vissza. Ja, akkor azt egy 10-es beosztás. 2x20 damage-et kaptam, és 40 HP-n volt pont. És egy ilyen szutyok meg 30-ot tölt vissza akkor. Jó, pedig az jó volt.
Nem sikerül, de hogy. Ezt a hibát, ezt már nem vétettem el nagyon sok ideje. Neki esni a bossnak testen. Ajaj. Jó, valami van. Bazd meg, de miért mentem ki golyóból? Nem tudom, mi tört. Teljesen szétestem. Nem, az még megzavarodtam.
Nem tudom, hogy estem le, de fogalmam nincs. De hogy ezt megcsinálhatta, legalább azt megcsinálhatták volna, hogy a buborék mód az földről is aktiválódik, mert ez hülyeség. A buborék földről is aktiválódjon, ennyi. Ezt annyira utálom, ilyenkor tök megzavarodok, és azt sem tudom, mivel ugrok hirtelen, de tényleg, nagyon-nagyon rossz. Véletlenül leesek, és világomot nem tudom ilyenkor, bazd meg. És akkor mindent nyomok, bazd meg. Jaj, de bazd meg, és rám spawnolt. Jó, mindegy. Space-szel? Kösz. Your family.
Köszi szépen. Bárkinek is a bármennyit, a bárhova. Nagyon szépen köszönöm. Leestem! Állj! Miért esek le? Miért? 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 Mi a fasz? Mit csináltatok, srácok? Hé! Az mi az? Hogy? Melyik volt az? Nem már! Köszi szépen! Vazd meg! Szépen, tényleg. Az meg ez a zöld szar ne jönne. Többivel nincs gond. Az meg azt hittem véget ér. A végén már elgrédiztem. Bazd meg. Nem hiszem el. Bazd meg. Kellen az a púlzusmérő. Ki kell érnem egy új kéregetést a Linuxos púlzusmérőre. Meg.
Nézzétek, hogy remeg a kezem! Ezt nem én csinálom! Bazd meg! Mondjuk arra jó, ez a boss, arra, hogy ezt a hatást ezt eléri. Mert amúgy, hogyan mondjam egy bossra, hogy szar, hogyha egyszer megöltem? Akkor már nem tudom. Köszönöm szépen a GG-ket. Nichter, Hali. Pedig nem jó boss. De hogyha tényleg az a cél, hogy, ezt az érzést, amit ilyenkor ugye kivált. Én úgy voltam vele, ugye volt már olyan boss Dark Souls-ban is, meg itt is, amit már nem volt jó érzés legyőzni, mert annyira durva volt, annyira berakta, annyira megszopatott, hogy már nem volt felüdülés. Már úgy voltam vele, hogy de valahogy mégis. Én végig azt gondoltam, hogy ez nem fog olyan katartikus lenni. Nem tudom. Nem, sose tudtam úgy igazán üvölteni felszabadultan, hogyha megölök egy bosst. Nem az jön ki belőlem, egyszerűen csak alig kapok levegőt. Kösz szépen a raidet, Gige. Bazzik pont a végére. Pont a legvégére, nagyon rosszkor jöttetek. Vége van. Nem hiszem el. Kiderült, hogy ők helyet cseréltek testben? Fogadjunk. Én vagyok a varázslólány, ez az én testem. Mondtam, bazd meg! Mondtam, a kurva életbe! Ez nem fordulat! A legelső pillanatban azt mondtam, hogy ezek tuti, hogy helyet cseréltek testben. Mondtam, bazd meg! Újra! Van időnk még, neki mehetünk még egyszer, van még fél óra. Az összes eddigi boszt újra lehetett próbálni. Bazd meg, nem már a kis csajjal kell lenni. Nem lehet ugrani? Nem. Emtalak Szelatán. Círmos ágyú, ugye a döglött macska. Kösz szépen a rédet amúgy. Iyala de Karud. Anrive de Livnir. Nem tudok gurulni, nem tudok pattogni. Inventorim sincs. Óra alá? Ja, hogy... Kinyitottam az ajtót. Jó, azért nem kell mindent narrálni. Már csak végig nyomkodok mindent. A múltat meséli el. Hát, ja, hát a csaj, igen, de nem a játék, hanem a csaj. Jó, még egy kicsikét itt körbenézek. Iyala de Karud.
on Reef to live near. Kis DD. Megpróbáljuk a Strongholdot a Palival. Ezt nem mondtam, de sikerült. Sikerült, működni fog. Mom saw a din of tar. Hogy mondjam, ez biztos vissza fogják nézni Csabáék, vagy nem tudom. Annak fényében, hogy milyen volt a boss fight, meg milyen volt oda eljutni, valahogy olyan szinten nem, csak menekülni akarok a játékból. De mindegy, már végig nyomkodjuk. Csak annyira erős a váltás. Az a boss fight, amit 4 órája ütöttünk, vagy 5 órája, és akkor bejön ez a csilingelő zene. És egy kislányjal mászkálunk egy folyosón. Annyira erős váltás, hogy nem tudom elmondani. Túl erős, nem esik jól. Jó, levezetőnek jó, persze, csak hogy mondjam, nem biztos, hogy érdekel ezek után. Mert én most már nem tekintettem story game-ként a játékra. Én már nem foglalkoztam annak a történetével, holott a története folyék egyszerű. Én, igen. Én azt érzem, hogy egy kicsikét több ötletük volt, mint amennyi ebbe a játékba feltétlenül kellett volna. Bár ez nem igaz, de hogy na. Jól lesz az a Stronghold Crusader, de Mateo, meglásd! Ezek után már nem lehetek elégedetlen. Tondidna Clopheels. Tondidna Clopheels. Mi? Mit kell csinálnunk? Ó, bakker. Még szerezünk ki kis VD40-et, vagy mi van? Ending Credits-re vagyok kíváncsi, ezt húzzunk a picsába. Ott az olaj, remek. Kevés a fa, nagy uram! Megvan a VD40. Rathef Genuar, Thewin. Om, Hemkasir Heror, Essa Norar. Ner Elos. Tistun O. Tis Lilian Vonk Dilep. Eston Eduk. Om, MDA, Menosoid. Tondidna Clopheels. Damem Echoic. Repeats. Idem imasatand in Amir. Earthria Drakewell. Rathef Genuar. You in Ohms. Driarude Idlepex. And Delek Revel. Sajnos nincsen hivatalos magyar szinkronnal, nem forgalmazzák újból a Strongholdot. De le lehet tölteni a magyarítást külön. Nekem a gogos verzió van meg. Abba csak a hangfájlokat húztam be, mert a szöveg az nem lényeg.
Bretamam Kishter of Krad. Esh era tis deret nithong. And Delip Revel. Ha használom a szerkezetet, hogy elválasztom a világokat, elpusztítom a szerkezetet, hogy megmentsem a fertőzött föld lakóit. Őszintén? Ezután, a boss fight után szerintetek érzem a súlyát a döntésnek? Nem. Tök mindegy, mit nyomunk. Megmentsük a fertőzött föld lakóit. Ennyi. Jó. Szófia beszéd. A fertőzés pedig Szófia beszéd csupán. Igazából gyakorlatilag az eleje óta a többieket mentettük. Tehát igazából, hogyha konzisztens progresszt akarunk, akkor ez volt a jó döntés, úgy gondolom. Igen, Onyx-es. Mert ők ott vártak ránk, és azt ígértük nekik, hogy megmentjük őket. Igazából azt kellett tenni. Ennyi. A sok gumimacit, meg a gnómokat, meg a tudóst, meg a kapuőrt, meg a örökkifőző szakács krokit, meg a halit, meg a kereskedőt. Ennyi. Ez volt a jó döntés. Kezdek tovább. Lufthinir. Úr, Dertsasin, lepra. Most még elmeséli a világ megmentését. Valószínűleg Stronghold lesz, igen. Megpróbáljuk hálózaton összehozni, igen. Igen, igen, igen. Ugye tesztelni időnk nem volt. Lord Tavao. Atavirtak! Atavi! Micsoda? Az egyik battyogó, aki vándor élete folyamán számos helyre rács odálkozott. Mit csinált? Említette, hogy már találkozott koboldokkal, aki dolog vala. Igen. Sit saw if it snipped me! Ezt a hangot, ezt nagyon nem bírom. Ja bocs, kitakarom a feliratot? Bassza meg! Ne haragudjatok! Nem olvasom fel direkt, mert hogy úgy is látjátok, múltkor beszóltatok, hogy ne tartsak felolvasó streamet. Úgyhogy most kucsban vagyok, de itt van, csak itt nem akartam kitakarni.
Reftime Port Kor. Kakarselu Fulof. Ritan Arak Valor. Jó van, szerzetes kém, nyomasd csak. Kazak de tir esivt, chui e trepes eth malirs. Kereskedők meg. Hát tudnak kereskedni az emberek világában, ez nagyszerű. Alternatív gyógyászat, jó, ez azt szeretjük. Hatásos. Annyira nem nőttek a szívemhez a karakterek abból, hogy három mondatot beszéltem velük. Hogy mondjam, ezután a boss fight után nem érdekel a múltjuk. Nem, én lehet, hogy egy geci vagyok, nem tudom, de nem tudom átéléssel bele gondolni magamat azokba a szituációkba, amikbe azok a karakterek kerültek, amikkel három mondatot beszéltünk, mondjuk a 30 órás játék során, vagy mennyi volt, mennyit töltöttünk? 40-et! 40 órát játszottunk a játékkal. Nem. Bocsánat. Ha az egész játék beszélgetésről, meg történetről szólt volna, akkor nyilvánvalóan az ember szívéhez nőnek a karakterek, elkezd hozzájuk kötődni, megpróbál velük azonosulni, de hogyan azonosulj a karakterekkel, akiket nem is ismerek? Elegem van a mikrotranszakciókban, ez valami üzenet a mai világnak? Mert ugye ez már párszor feljött egy-két mondatba. A világ végét nem sikerült elhárítani ugyan, de ahogy azt az egyik battyog a bölcsen megállapította... Köszi. Az meg ez körülbelül 80-nal ment el a ház előtt. A kis szutyok egérrobogójával. Lakópienő vezet. Ahol egy történet véget ér, egy új kezdődik. Hogy ezután mi fog történni, azt még nem tudhatjuk. Ja. Mert kicsit közhelyes volt, Robert. Itt vannak a szinkron hangok, srácok, kérdeztétek. Warrior 2 confirmed, az. Jaj, de jó lesz. Hát, hogyha tanulnak az első játék hibáiból, már pedig biztos vagyok benne, mert nyilván ezt ők is tudják, hogy nem hibátlan, akkor nagyszerű játék lehet a Warrior 2. Az egy sem rossz. Na, foglaljuk össze, mi volt. Egy... rendkívül élvezetes puzzle elemekkel összerakott platformer játék. Én a puzzle részeket, a szokásos ilyen folyosó platformokat, nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy hívják szakszerűen, azokat nagyon szerettem, imádtam. Az a rengeteg mechanika, amit beleraktak a játékba, a pattogás, a gurulás, a kődobálás is még, a kis lenyíló felnyílók, a tüskék, a bökők, az ajtók, a karok, himbálózás, repülés. És ezeknek a végtelen permutációját ötvözték. És nagyon fantáziadús, ahogy ezeket a puzzle-öket megalkották. És ahogy fel van építve az a tanulási görbe, hogy amúgy ez már körbeért?
Mert ezt a Scorpion 253-at megjegyeztem a szivárványokról. Szóval a tanulási görbe az szerintem kellemes, hogyha a puzzle-öket nézzük. Na de hát nem csak puzzle volt ebben a játékban. Volt harc is. Na most a harc, ami nem volt ráfokuszálva a harcra, azt Csaba, illetve Gézu említette is, hogy a fejlesztésnél ez már egy kicsit elkapkodott a dologban. Nem dolgoztak ki a harcmechanikákat. És ugyan azt mondogatták mindig, hogy a boss fightokra tekintsünk úgy, mint egy olyan platformra, ami egy screen, egy olyan platforming puzzle-ra, ami egy screenből áll, és a boss az gyakorlatilag csak egy platform elem. De onnantól kezdve, hogy a fegyvert kell használni, ami egy plusz mechanika, ugye, mégsem tudok rá csak platformként tekinteni, mert támadni kell. Nem csak az, hogy végtelenségé ugrálni. Azt meg tudtuk volna csinálni az összes bossnál, hogy végtelen ideig dodzsoljuk a támadásait platform elemként, de támadni tudni kell a játékban. Agresszívnak kell olykor lenni benne, és ez látszódott itt az utolsó bossban. Utolsó bossnál elgrédiskedtem, igen, nem haltam meg bele, hanem elkezdtem agresszív lenni a végére, mert elfogyott a türelmem. És azért olyan rohadt ezek a boss fightok, mert nagyon hosszúak, a játékos hibázik, minél többet próbálkozik, hibázik, és fogy a türelme. És nekem is fogyott a türelmem. Megnézzük. Esély mindenkinek normál. Nem lehet visszalépni, nem lehet az utolsó bosst megpróbálni még egyszer. Köszönetként beleírtak a srácok. Kit? Mit? Az a helyzet, hogy lemaradtam így a kreditsnek így a végéről. De az a helyzet, hogy érdekel. Azért nem lenne felesleges, mert érdekel, hogy a tanulási görbémnek azon pontján vagyok-e, hogy le tudjam győzni még egyszer. Mert a törpet is megpróbáltam, a másik nehéz bosszt is megpróbáltam, és érdekes volt az első nehéz boss, a Sauron boss, az olyan volt, hogy nehezen beindult, szépen a tanulási görbe csúcsára értem, és megöltem kétszer egymás után azt a bosszt, amit előtte 3 órán keresztül ütöttem. A törpet nem sikerült kétszer egymás után legyőzni, de egyszer igen, és az is sikerült volna még egyszer. Lehet nem első tryból, de akkor is érdekelne, de sajnos nem tudom. Az összes eddigi bosszt újra lehetett próbálni, és pont a főbossz nem. Pedig a főbossz az egyik legkülönlegesebb szerintem, mint közül, mert 3 fészből áll, és ebben van a legtöbb mechanika ötvözve ebben a bossban. A játéknak az összes különböző mozdulatait, amit meg kellett már egyszer tanulni, azt most mindet alkalmazni kellett. És azért érdekel, mert gyakorlatilag ebben az utolsó bossban olyan szempontból nagyon ügyesek voltak a srácok, az utolsó bossban az egész játék benne van. Majdnem az egész, mert például platformok nincsenek benne, de azt érzem, hogy a bossokra megpróbál felkészíteni a játék, mert mindent mutatnak, ami a bossba lesz, mire eljutsz a bossig, nem lesz ismeretlen elem. És elméletileg mindegyiket halálra gyakoroltad. De nem két gomb van ezen a kontrolleren, és nem egyszer belekavarodtam, megmondom a frankót, így 40 óra után is, nem azért, mert most már én úgy érzem, hogy nagyon kényelmesen és rugalmasan tudtam kezelni a kontrollert, én ahhoz képest, hogy nagyon keveset játszottam kontrollerrel életemben. A Warrior volt az első játék, amit kontrollerrel vittem végig életemben. Most ez az első 40 óra, gyakorlatilag az első 40 kontrolleres órám. És sikerült megtanulni a kontroller használatát is. Szeptember 17 helyett november 19 lett a Cyberpunk. Oh, fuck! Na jó, nem baj. Nem baj, ezen nem újjék. Legyen jó. Én nem baj, én örülök neki egy kicsikét, mert tudjátok, augusztusban lesz egy nagyon fontos életesemény, ami hát szeptember 17-én lehetséges, hogy erőteljesen megakadályozna az én cyberpunkos élvezkedéseimet, de novemberben már egy kicsikét nyugalmasabb lesz az életem, remélem. Úgyhogy novemberben már mehet
Én örülök ennek most, mert nem tudnék vele szeptemberben játszani, pedig akarnék. És nagyon fájna, hogy mindenki nyomja, csak én nem tudom. Ja, és hát köszönöm a kiegészítést a Capture Cardhoz. Én akartam kiegészíteni. Nem, mármint, hogy nem gondoltam volna, hogy ezt a maradék mennyit, 70 eurót, mennyi volt ezt, atyaiék, bedobjátok mind. Basszus. Megértem, hogy soha nem köszönöm meg senkinek. Mármint, hogy a streambe. Mert hogy az anonim, de ezt most meg kell néznem, hogy ki volt. Vagy kik volt, nem, szerintem egy, mint egy csippant volna. És nem jön le az e-mail. Mert ezt most csak e-mailben látom, a Streamlabs dashboard, ez nincs meg. Oké. Okay. Köszi szépen, már látom. Nem látom mellette az üzenetet, de köszi szépen. Ó, bakker, ez a játék! Hogy a fenébe mondjam egy játékra, hogy rossz volt, ha egyszer végigvettem, és mégiscsak felüldülés volt? Ez most nagyon rossz. És valahogy most geci leszek saját magammal is, meg Totival is, meg hogy mindenkivel, meg fogom hazudtolni magamat. Mert boss fight közben sértődöttségemből mondtam, hogy nem kell a bosszon változtatni. De most, hogy megöltem, most azt hiszem, nem kell változtatni rajta, tényleg, őszintén. Mert így katartikus megölni ezt a bosst, így ebben a formában. Hogyha ez könnyebb lenne, akkor kevésbé lenne nagy öröm. Ja, 978 halál, így van. Mondjuk 33 órát töltöttem a játékban, annak ellenére, hogy 40 órát futott a Steamen, az nem tudom, hogy jött össze az a 7 óra differencia. Csak az introkból, meg az outrokból nem. Az lehetetlen. Nem azért, hogy rossz. Nem úgy rossz, de azért voltak gondjaim. 12 stream, abból 6-ot rage-elvel nyomtam le, úgyhogy ideges voltam. És haragudtam. Tehát harag volt bennem, érted? Tehát valódi dühöt éreztem. És ez én nem szoktam ilyet. Én mármint, hogy így, ilyen formában. Én tényleg dühös voltam. Én csak ezt tudom mondani. Tehát ilyet még nem éreztem játéknál. Nem haragudtam én a DS2-re. A Sekiro-ra se így. Nemhogy első... Az meg miért, mit kell ezeket a repet fosokat járatni itt az utcában, már faszom. Szóval nemhogy elsőnek tökéletes játék, ez egy olyan, mintha ez a csapat egy bejáratott csapat lenne, mert amúgy nem volt bugos. Összeraktak egy játékot elsőre, first try, ami nem bugos és játszható. Vannak irritáló elemek benne, de melyik játékban nincsenek? Minden játékban van olyan, amitől legszívesebben szétütném a falat. És a következő játékok egy kooperatív játék lesz. Tényleg próbáljátok ki, nem akartam véletlenül se, de sikerült szerintem egy-két olyan mondatot elejtenem a játék felé, ami akármi hitelrontásnak is nevezhető és valótlanság, de minden csak dühömből meg indulatomból mondtam. De amikor lenyugszom, akkor így átgondolom, és amúgy tényleg kurva jó játék, ahhoz képest, hogy platformer, én nem vagyok nagy platformeres, és azt úgy mondom, hogy én nem szeretem a platformereket. És mégis, minden egyes alkalommal, amikor streamelni kellett, úgy öltem le, hogy na nyomjuk, baszki, most lenyomom. És meglett. Minden egyes alkalommal úgy öltem le. Nem úgy, hogy már megint a faszki van, most ezzel játszani, volt már játék, igen, ezt meséltem, a Doom 3 az olyan volt. Pedig az aztán a sokkal könnyebb játék, vagy hogy relatíve nézzük, még hogyha nem is egy kutya. Sikerült a boss, persze. Az meg. A végén már bejött egy kicsi greediség, de meglett. Elfogyott a türelme a végére. Basszus. Mert nagyon hosszú volt a boss fight. Hát mennyi volt? Meddig ütöttem? Egy negyedórás boss fight ez. Hosszabb, mint a Midir. Ott rohadjak meg. DS 3 Midirnél hosszabb. Fuck.
Szóval életem leghosszabb boss fight-ja volt ez. De gyakorlatilag nem csak a streamben, hanem ja, körülbelül életem leghosszabb boss fight-ja. És agóniával nyomtam. És az első féz az már null hitbe ment. A második féz is már közeledett a null hit felé, pedig a második féz az egy retek hosszú, gusztustalanul nehéz féz, mert olyan fegyvert kell használnod, ami nem a stílusod, ha nem szereted. Az a baj egy kicsikét a játékban, ha más nem, csak ez, hogy van, amit kényszerít a játékosa, és a Sekiroban is ezt nem szerettem, és ezt nagyon sokszor kifejtettem, bár ugye még nem lehet összehasonlítani a két játékot, de amúgy össze lehet. Hogy a játék stílust kényszerít rád, és ez a játék, ez igen, ezt nagyon csúnyán kényszeríti rád a játék stílust. Mi az, amit meg kell tanulnod ahhoz, hogy megold a feladatot? Nincsen a kezedben a szabadság. Nagyon sok esetben amúgy igen, de a boss fightoknál amúgy szinte pont nem. Ott egy megoldás van körülbelül. Volt egy fegyver, amit nagyon szerettem, amit sajnos alig tudtam használni, a buzogány. Ugye, megint a bunkó. Benny bunkó buildjét alkalmaztam, és ez a bunkó az tényleg nagyon-nagyon jó fegyver volt, mert alapból tudott stunolni. Hát az kurva jó volt. De jó volt a move-ja, könnyen lehetett sokat ütni vele, a másodlagos ütése is egy nagyon használható cucc volt. És elvette tőlem a játék. Nem azért, mert nem, hanem mert rákényszerítette a játék a másik fegyvernek a harc stílusát. És elmentek ilyen RPG irányokba, meg inventory management, különböző fegyverek, ezt felszedni, azt felszedni, ilyen kristályok, olyan kövek, ilyen varázslatok, ilyen spellek, stb. Tehát adott egy csomó eszközt ahhoz, hogy felépítsd a karakteredet. Ami mondjuk tök jó, bár karakterfejlődési ágak nem voltak, tehát nem voltak skillek, amiket úgy ki lehetett húzni, hogy ilyen karakterfejlesztésből, értitek? Tehát skill tree nem volt. De nem is hiányoltam, nem kellett volna, hogy legyen. Ettől függetlenül is volt egy csomó fajta eszköz a kezedben, és mégiscsak bizonyos területeken, bizonyos bosszokhoz csak bizonyos eszközt volt célszerű, és igazából megengedhető használni. Mint például itt az utolsó bossnál a balta. Én a baltát nem szeretem, szerintem egy nagyon rossz fegyver, kicsit sebez, a támadása, az nagyon sokat blokkolja a mozgást, tehát a balta dobás, másodlagos képesség, blokkolja az ugrást, és egy csomó mindent. Tehát, hogy fuck. Igen, meg vagy kötve sajnos. Írta amúgy Csaba, hogy mit lenne célszerű használni a spellek közül is. Hát ebben a boss fightban annyira intenzív volt a játék, annyira gyors volt, és annyira le volt kötve az agyam, hogy még azon gondolkodni pluszba, hogy még milyen spelleket nyomjak a healen kívül, mert ezt láttátok, hogy nyomtam, hogy az elején benyomtam az összes pajzsot, amit csak lehetett, amilyen gyorsan csak lehetett, beszpemeltem a pajzsokat, és akkor utána ráváltottam a healre, és a heal maradt. Na most, hogyha a healről még el kellett volna váltogatnom másik spellre, és vissza a healre, olyan szinten kiestem volna a ritmusból, hogy ez a learning curve, ez mondjuk nem 5 órán keresztül tart, hanem 10. Mert akkor még variálok, és belerakok még egy aspektust a harcba, amit újból meg kellett volna tanulni. Ehelyett inkább egyfajta monoton támadási formát próbáltam begyakorolni a lehető legjobbra. És amúgy tényleg masterelni kell ezt a bosst. Hát szinte. De azt láttátok, hogy milyen könnyen lehetett elhalálozni. Nagyon észnél kellett lenni, hogy mikor engeded meg magadnak, hogy sebzést kapj. Mert iszonyat gyorsan meg tudott ölni a boss. Nem tudom, hogy biztos, hogy volt, amit kihagytam heal, mármint, hogy maximum HP növelés. Tuti, hogy volt. Nem hiszem, hogy sok. Mennyit lehetett volna még növelni a HP-ban? 60 HP-n volt, és mennyire lehetett volna feltolni? 80-ig? Azzal se lettem volna olyan nagyon-nagyon kisegítve, főleg, hogy a híjeim azok, gondolom, mindenképp 30-at hílelnek. De nagyon gyorsan meg tudott ölni a boss. Úgyhogy ezt szinte masterelni kell. Ezt közel kell tolni a null hitet az első két fészbe. A streamben lehet, hogy nem látszik, de azért próbáljátok ki ti a játékot, mert mindenkinek javaslom, most 11,
12 euró biztos lesz akciós, de hogy mondjam, mondjuk most szar az euró, most jelenleg olyan 4000 forint, hogy átszámítva. Ha teljesen őszinte akarok lenni, 4000 forintért streamből nézve, nem hiszem, hogy megvenném. Az én szememben nagyon összementek a platformereknek a hát az értéke valamiért, de én vagyok ilyen, ez az én hibám. De ha tehetitek, mindenképp próbáljátok ki. És most nem azért mondom, én nem kaptam én ezért a véleményért pénzt nyilvánvalóan. A játékot azt ingyen kaptam. Azt köszönöm is, mert amúgy egy... Igazából egy felejthetetlen élmény, meg egy rakás tapasztalatot szerezhettem a játék által. Kezd visszamenni egy kicsit, ja, az Oiro. Na jó van, jó volt, köszönöm szépen. Köszi a Natietnek, mert sajnálom, én nagyon félek attól, hogy ennek nem lesz komolyabb visszhangja ennek a játéknak. Én pedig olyan jó lenne, megérdemelnék, én azt mondom, én bízom benne, hogy a második játék elkészültére elég erőforrásuk lesz, hogy egy jó játék, egy hasonló, legalább ilyen jó játék legyen. Balanszírozni majd gyakorolnak, biztos vagyok benne, és hogyha most nem pofátlanság volt, de hogyha tényleg sikerül bevenni minket Totival például a tester teambe, akkor én kíméletlen leszek. Nagyon. Kell egy Linuxos tester nekik, én ezt tudom. Nehogy aztán teljesítmény problémák legyenek. Azért itt volt egy-kettő mikrolag itt-ott, mikor ilyen komolyabb fordulás, meg ilyen területváltás volt, de nem töltéssel, hanem ilyen folyamatos mozgással, így pak-pak, ilyen rohadt nagy droppok. Vagy kettő, és akkor tesztelhetjük a kópot. Hát, két a kóp, két Linuxos kóp teszter, igen, amúgy az nem lenne rossz. Na mindegy, majd ez még a jövő zenéje. Minden esetre köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy végignéztetek velem ezt a játékot, mert azért láttam, volt akiket érdekelt, és köszi szépen. Hát akinek nem tetszett, azt is megértem, mert néha vállalhatatlanul viselkedtem a játék közbe, és bocsánat emiatt. De én nem tudok magamnak megállt parancsolni. Toti nem a Linuxos? Nem hiszem. Szerintem csak vágja a Linux témát, de nem hiszem, hogy desktopon linuxozik. Amúgy nem tudom, hogy miért büntetett meg téged az Automod, kedves Octaéder. Jó, elmegyek egy kis szünetre, Palit összeszedem valahonnan, és nyomjuk akkor a Strongholdot, a terv szerinti Strongholdot. Ha nagyon nem jön össze, mindenképp egymás ellen akarunk játszani, tehát hogyha nem jön össze a multi, egy VPN-en keresztül, akkor lehet, hogy megyek inkább. Mondjuk akkor, ha már azonban beszéltem a Palival, akkor már szerintem csé lesz belőle. Nem akarok elkeseríteni benneteket. Kedves Darkest Dungeon rajongók. Batman. Jó, úgyhogy elmegyek szünetre, Palit előszödem, Stronghold-dal visszatérünk, és hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mindjárt jövök.